adventi mise, adventi színházi előadás, megújult a Kinizsi utcai óvoda, megugorhat a webáruházak forgalma. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 13-án 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomban. Ez az advent, ez az időszak egy készület, egy készülés a karácsony ünnepére. Olyan, mint a nagyböjt, csak a nagyböjtben jobban érezzük, most adventben egy kicsit úgy nem annyira erőteljes a számunkra sokszor, hogy készülünk valamire, de fontos, hogy valóban készülünk erre a nagy ünnepre. És amikor készülünk valamire, akkor sok mindent kell csinálni. Legyen az egy dolgozat, tanulni kell előtte, legyen az egy verseny, akkor gyakorolni kell rá. De legyen az, hogy egy születésnap egy nagyobb ünnep, és akkor takarítani kell otthon, kinek mit, ugye, bevásárolni, sütni, főzni. És hogy amikor sokat készülünk valamire, könnyen elfelejtjük azt, hogy vagy nem érezzük annyira, hogy miért is csináljuk. És akkor olyankor jó, hogyha egy kicsit valaki emlékeztet minket, mert olyan unalmasnak tűnik a készület, és éppen azért van ez a vasárnap, hogy emlékezzünk arra, hogy mire is készülünk. Nem csak az ajándékokra, az is jó dolog, nem azt mondom, meg fontos, de arra, hogy Jézus megszülessen. Most itt egy kérdés van, keresztelő Szent Jánostól hallottuk, küldte a tanítványokat, hogy kérdezzék meg Jézustól, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? És ez a kérdés egy kicsit, tehát ránk is igaz. A válasz mondjuk a hittankönyvből, meg sokan azt mondanánk, hogy Jézus Krisztus az, akit várunk, de kérdés, hogy a mindennapokban ez valóban így van-e? Hogy könnyen beleesettünk abba, hogy valami más fontosabb. Kicsit magamból is kiindulva lehet, hogy a másik véleménye bizonyos esetekben fontosabb. Vagy a munka, lehet a tanulás, lehet a szórakozás, a pihenés. Néha sajnos fontosabb más dolog, mint az Isten. És ez fontos, hogy ez a kérdés feltegyük magunknak is. Nem azért, nem egy rossz hallásból, hanem hogy lássuk, hogy valóban várjuk ezt a Krisztust, hogy valóban szeretnénk-e találkozni vele. Mert ebben a karácsonyban most ünnepeljük mondjuk Jézus születésnapját, ugye Jézus ezen a napon született, azt ünnepeljük, és az már megtörtént. Várjuk azt is, hogy majd eljöjjön másodszor dicsőségben, mikor átalakítja ezt a világot egy tökéletes világgá, ahol az Isten már úgy látjuk, ahogy van, arra várakozunk és kérjük, hogy jöjjön el. De közben itt van ez az időszak. És ez mindnyájunk számára fontos, hogy Krisztus velünk akar találkozni, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Krisztus, Jézus Krisztus keres minket, és meg akarja mutatni magát, meg szeretne születni a mi életünkben. És talán már tapasztaltuk ezt, hogy volt ilyen, vagy látjuk az életünkben, de az Isten mindig jön újra és keres minket. És itt van nagyon érdekes, mert az Isten mit akar tőlünk? Mondtuk, hogy ez az öröm vasárnapja, és nagyon, az olvasmány is nagyon jelzi ezt, így kezdődött az olvasmány, hogy örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. És akkor folytatja, és érdekes ez az örüljön a puszta, viruljon, mint a lilium. Ugye a puszta, a sivatag az nem egy olyan kellemes hely. De mégis az Isten azt mondja, hogy az Isten, amikor jön, az kivirágzik. És van az életünkben is olyan nehézség, ami nem tetszik talán. Lehet, hogy kisebbeknek ez, nagyobbaknak az. Lehet, hogy az iskolában van probléma otthon, de lehet a munkában is, lehet egy betegség, ami kicsit ilyen pusztává teszi az életünket. Az Isten ezekben a helyzetekben is keres minket, és jön, hogy az a puszta ne csak egy rossz dolog legyen, hanem hogy igenis viruljon, hogy abban is kapjunk egy reményt az Istentől, hogy tudjunk örülni az Istennel.
Advent vasárnapján a Dériné Kulturális Központban Magda a Szabó című színházi előadásra várták az érdeklődőket. A civil út odaadó programjának köszönhetően az előadás ingyenes volt. Az előadás előtt Gulyás Andrea kuratóriumi tagtól megtudtuk, a civil út küldetése, hogy felhívja a figyelmet az egyéni és társadalmi felelősségvállalás fontosságára az élet minden területén. A civil út alapítványnak van egy programja, az odaadó program, és ennek keretében valósul meg ez a mai előadás itt Karcagon, a Dériné Kulturális Központban. Nagy örömünkre, nagy az érdeklődés, úgyhogy ezért hoztuk ide, nekünk fontos az odaadó programban, az egy idősekről szóló program, nekünk fontos, hogy ilyen programokkal is gazdagítsuk az időskorúaknak az életén, és egy kicsit ismertessük megismertessük velük az odaadó programot is. Az odaadó program alapja az odaadó.hu weboldal. Nagy örömünkre szolgálna, hogyha a kedves nézők megnéznék ezt a weboldalt, mert több pillérre épül maga a program és a weboldal is. Egyrészt fontos hírek, videók, ismeretterjesztő anyagok vannak, amik időseknek készültek, idősekről, tehát számos hasznos információt szerezhetnek. Ezen kívül itt van egy szolgáltatói oldal is, ahol mi időskorúak számára szolgáltatókat gyűjtünk, és felhasználókat, időskorú felhasználókat, őket kapcsoljuk össze ezen az oldalon, hogy pontosan ez mit is jelent, hogyha mondjuk valaki itt Karcag térségében regisztrál szolgáltatóként, hogy ő számára fontos az idő, hogy időskorúaknak szolgáltasson, akkor ezen a weboldalon az időskorúak megkereshetik ezeket a számukra fontos szolgáltatásokat, az idősápolástól, a segítségnyújtás minden formáján, az asztalostól a vízvezeték szerelőig. Így épül fel ez a program, és hát ennek a programnak, mivel mi egy közösséget, egy odaadó közösséget építünk, fontos része az ilyen programok is, mint a mai itt Karcagon. A Magda a Szabó darabban az írónő minden magyar Magdája. A nő, a feleség, a szerelmes asszony mutatkozik be, aki rajongó boldogsággal élte életét férje Szobotka Tibor író oldalán. Az előadás két szereplője Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett, produkciós vezető Porkoláb Gyöngyi. Kormányzati forrás segítségével került felújításra a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvodája. A részletekről Szepesi Tibor polgármestert és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt kérdeztük. A Kinizsi utcai óvoda tetőszerkezete egy top pluszos pályázati forrásból került rekonstrukcióra. A nyári időszakban kaptunk arról hírt, hogy megnyertük azt a pályázatot, amelyet nagyon szerettünk volna, hogyha megvalósul, hiszen egy top pluszos forrásra adtunk be igényt a Kinizsi úti óvodának a felújítására, elsősorban a tető felújítására, hiszen nagyon leromlott állapotban volt. Ugye ez volt talán a legjobban leromlott, legalábbis ami a tetőt illeti óvodánk, és mindenképpen szükséges volt ennek a felújítása, hiszen addig, amíg a tető nincs kész, addig nem érdemes hozzákezdeni a többi munkálatokhoz, a belső felújításhoz. Megkaptuk ezt a forrást, tehát meg tudtuk valósítani azokat a fontosabb feladatokat, amelyek szükségesek voltak a tetőfelújításán is túl. Tehát elkészült a tetőfelújítás, a bejáratok megújultak, illetve azok a vizes helységek, mozgássérült WC, nevelői WC, illetve vizes blokki rész került megújításra. Nyilván folytatni kell majd ennek a felújításnak a következő részeit is, hiszen van még az óvodában olyan tennivaló, amelyet mindenképpen szükséges lesz elvégezni a következő időszakban. F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő elmondta, hogy elsősorban a szülők és a családok számára lényeges egy-egy óvoda felújítása. Ha azt szeretnénk, hogy a jövő generációja jó körülmények között nőjön fel, akkor fordítani kell a nevelési intézmények felújítására, korszerűsítésére is, mutatott rá a képviselő. Megugorhat a webáruházak forgalma a karácsonyi szezonban. A vártnál is nagyobb lehet az internetes vásárlások részaránya az adventi hetekben. Kézi csipogókat használunk, és ezen látjuk a termékeknek a lokációs helyét, majd oda megyünk a lokációs helyhez, ezt beszkenneljük, majd pedig a terméket, és akkor itt látjuk a felületen, hogy kipipálta. Ez jelenti azt, hogy megvan, amire szükségünk van, és innen kerül tovább a csomagolásra. Javában túl vagyunk a fekete péntek sokadik hullámán, úgy tűnik a vásárlásokon belül a korábbi várakozásoknál is nagyobb lesz az internetes vásárlások részaránya. A raktárunk teljesen tele, nagyjából 95%-osan jelenleg. Ez december 23-ára
látványosan kevesebb lesz az árukészlet, ugye ezek szezonális áruk, és karácsonyi szezon végére ezek el fognak fogyni. Mindenképpen több a beérkező áru, ugye napi szinten érkezik a beszállítások, több is egy nap, tehát itt beszélhetünk akár 10-ről egy nap, ezt átlagosan egy munkanapon belül kezeljük és tároljuk. A raktárunkban káosz raktározási elv alapján raktározunk, úgyhogy az egész raktár területén vegyesen találhatók a termékek, van nagyjából A-tól Z-ig minden, amit csak el tudunk képzelni. Ezen a soron túlnyomó többségében vegyi áruk találhatók, mosószer, öblítő, hasonló termékek, de mint mondtam, káosz elv alapján raktározunk, szóval bármit tárolhatunk bárhol igazából. Korábban 20 milliárd forint körüli összeggel számoltak a fekete pénteki akciósorozatra, de könnyen lehet, hogy a végleges összesítéskor ennél sokkal nagyobb számot kapnak majd. A Black Friday a legkiemelkedőbb időszak a cégünknél. Ez nagyban meghatározza az egész évet. Igazából lehet azt mondani, hogy egész évben szinte erre készülünk, és hát mint mondtam, ez a legmeghatározóbb pontja az évünknek, a Black Friday, ez a két hét. Azok a cégek, amelyek már jelezték, hogy milyen volt a tavalyi fekete péntek sorozathoz képest a bővülés, két számjegyű növekedési mutatókról számolt be a televíziónknak egy webshop munkatársa. Igazából ebben az időszakban, ahogy elkezdődik a Black Friday egészen az év végéig, tehát december 23-ig, több műszakban dolgozunk, hétvégén is, hogy minden vevőnk időben megkapja a megrendeléseit. Az internetes kereskedelem Magyarországon a hibákkal együtt összességében biztonságos. Kiemelte, hogy az ilyen vásárlásoknál 14 napos indoklás nélküli elállási joga van a vevőnek, és vannak olyan áruházak is, amelyek önként hosszabb elállási időt kínálnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogsértő webáruházakat feltünteti a fogyasztóvédelem.kormány.hu weboldalon. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!